végre megnyithatjuk a könyvtárat, és annak külön örülök, hogy az első rendezvény, amit szervezünk, illetve amit társszervezünk, pont egy bázis rendezvény. Nagyon szépen köszönöm Entó tanítónak, hogy ránk gondolt, és remélem, hogy nem ez az utolsó ilyen rendezvény. Volt már bázis rendezvény, néhány beszélgetésünk, de nagyon sok szeretettel várom benneteket máskor is. Szórakozzanak jól, átadom a szót tanítónak, mert ő a főszervezője a rendezvénynek. Köszönöm szépen én is a szót, kedves barátaim! Én nagyon meg vagyok most hatónért, hogy tulajdonképpen egy avatón vagyunk, egy könyvtár avatón, ami egy rendezvénnyel történő rovatás. És hát a bázis Magyar Irodalmi és Művészeti Egyesület Szlovákiában társelnökeként találtam ki azt a projektet, ami arról szólna, hogy bázis tagokat legyenek azok most éppen irodalmáról, de lehet, hogy lesz a más társművészetekből való képviselés a bázisnak. Beszélgetéseken megyek részt, és ezt két részre is osztom, hogyha már egy helyszínt kitagolunk, hogy legyen egy olyan, ami egy középiskolásoknak szóló rendezvény, ez zajlott tényleg ott a Sejjelen gimnáziumban, meg kell mindenképpen fogni a fiatal olvasókat arra, hogy a művészetre fogékonyak legyenek, és vannak kiváló magyar tanárok, hogyha élőben látják a szerzőket és beszélgetnek velük, mert kérdéseket tegnek, akkor rögtön fogják látni, hogy a művészet az folyamatosan létező valami, és nem pedig csak a könyvek sírjában eltemetve és néha elő véve vannak, tehát nem fogják azt mondani, hogy jé, ez még él, hanem tényleg látják, hogy él, és fiatal elves, és dolgozik, és aktív a bázis nagyon sok tankkal bír, és mindenki nagyon-nagyon lelkesen dolgozik, és alkotó munkát végez, nagyon büszke vagyok rájuk. És hát a másik része a projektnek pedig az, hogy ha már a középiskolásoknak elvonszunk egy-egy beszélgetés, illetve felolvasásokat is, akkor azt nyissuk ki egy kicsit a nagy közönségnek is, hát ezért vagyok most itt, és hát két más szólítson meg az ember, hanem könyvtárat, ráadásul egy új könyvtárat, és ahogy írta Marikának, rögtön ráharapolt erre, tehát hogy abszolút együttműködő volt, és ezt nagyon köszönöm. Úgyhogy én szerintem lassan állítsadom a szót a beszélgetés vezetőjének. Mindenesetben én annyit elmondanék, hogy ez egy vándor rendezvény, tehát több helyszínen zajlik, az egyik helyszíne Ipolyságból, a Komáromi a második beszélgetés, lesz majd még egy vitán a Borsnapi Egyetemen, illetve Rimoszombatban és Kassán. Úgyhogy lehet esetleg követni a bázis honlapján egyébként, hogyha valaki nem ismeri a szervezetet, akkor a bázisban lehet megnézni azt, hogy mindennel foglalkozik a tagjai, és nagyon örülök neki, hogy itt a közösség tagjai, a közösségben is ülnek bázistagok, jöttek támogatni a kollégáikat, úgyhogy remélem, hogy mindenki majd töltekezve megy haza. És akkor beszélgetés és felolvasás, tehát ez a lényeg a mai találkozásnak. Azt hiszem, hogy ki is nyitottuk majd a végén, tehát hogy kérdezhetnek majd a közönség tagjai, és Péter fogja bemutatni. Én Hámi Péter mutatnám benne a moderátort és a vezető beszélgetést. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönjük szépen a szót! Üdvözlök mindenkit! Nagyon örülünk mi is, hogy itt lehetünk. Az új helyszínnek is örülünk. A könyvtár jó pár évekre, de a kultúra egyik fontos helye, és ugye nem véletlenül írják az egyik típusú könyvtár napkával. Nekem ilyenkor mindig eszembe jut az Alexandria, és most volt ugye a frankfurti könyvásár néhány nappal ezelőtt. Irene Vallejo volt az egyik fontos vendég, egy spanyol kortárs teoretikus hölgy, akinek Papírus címmel megjelent a fontos monográfiája, ami a könyvkultúráról szól. És hát megpillanthatunk az arrivációs rendszereknek a működésére, a többek között abban is, hogy hogyan alakult ki egyáltalán a könyv és mit jelent. Sokak számára egyébként nem is olyan magától érthetők, és sokan beszélünk arról, hogy a könyvkultúra végnapjait éljük, ami egyébként bizonyos szempontból igaz, és bizonyos szempontból nem. Abban a szempontból, hogy igen, hogy a könyvtároló monopóliuma az megszűnt, átalakulóban van, hiszen a digitális kultúra mindegyikben össze tudja kapcsolni az eddigi technikai médiumokat és alkalmas mindenféle adat tárolására. Másrészt viszont a könyvkultúra dinamizálódik, és megfigyelhető, hogy az újabb kiadások azok megpróbálják felvenni a versenyt a többi médiummal. Többek között például a könyveknek a technikai és vizuális kivitelezése nagyon fontos. Összehasonlítjuk a
mostani kiadványokat a régebbi kiadványokkal, egész könyvsorozatokkal, hát ég és föld a különbség. De meg lehet érteni ezeknek a változásoknak a fényében azt is, hogy a könyv maga is egyfajta technomédium lenne, és most természetesen könyveknek a fényében zajlik majd ez az este is, de nem a teóriája lesz a főszerep, meg a történelemé, hanem elsősorban a kultúra különféle szegmensei, de felolvasásokon keresztül. Úgyhogy én megpróbálom picit visszafogni magam, de a délelőttiek fényében egyébként mondanám is, hogy közben is lehet nyugodtan kérdezni a jelenlévőktől, erre majd alkalmat adunk. A működő stratégián talán megváltoztassuk, mit szóltok. Délelőtt két körben ment a felolvasás, azt én majd moderálom. Tehát kétszer fog mindenki felolvasni a szövegei közül, és közben is majd a végén is természetesen önökhez fordulok, hogy van esetleg kérdés hozzáfűzni való, úgyhogy családiasan kötetlenül tudunk aztán beszélgetni. Most tisztelt jelenlévők, szeretettel üdvözlöm a szerzőinket. A triplet szó bázishármast jelent, hogy egyszerre biológiai, illetve kulturális metafora, szerintem elég találó erre az alkalomra. És az első szerző, aki szeretettel üdvözlöm, Gyulász Marianna, aki végzettségét tekintve, hivatását tekintve és molekulális biológus. Én ezt a konstellációt nagyon kedvelem, de nem majd visszatérünk. Tehát, hogy valaki ír költőként elsőrangú, de olyan szövegek, amelyeken átült egy olyan interkulturális réteg, amely egyszerre van otthon, egyszerre tudja hasznosítani a természettudomány, illetve a kultúra eredményeit. Egyébként ez azért is érdekes, de majd meglátjuk, hogy érdekeinket, ezt reggeli diákoknak beígértem, hogy nem tértünk vissza, egy szerencséjük van, hogy nem tértünk rá vissza. Ez az ember egyáltalán nem magától értetődő, hogy az irodalmat, a költészetet a kultúrával hol és miképpen hozzuk összhangba, vagy kapcsoljuk hozzá. Én odáig is elmennék, hogy az irodalom, illetve bármilyen jellegű művészi tevékenység az egyáltalán nem magától értetődően vezethető le a kultúra kódjaiból. Ez messzire vezet, de fogjuk itt látni majd Marianna versei esetében is, hogy már az érzékelése is ezeknek a költeményeknek, hát mondjuk úgy, hogy fogas kérdésekkel szembesíti a befogadókat, miközben egy rendkívül izgalmas költői világ. A kötet, amelyet hoztunk, már nem a mi bőrünk, ez nagyon első verses kötete, és igen nagy hangsúlyt fektet a kivitelezés a vizuális műveletekre. Illusztrált kötet, nagyon szép képekkel, pontos a szövegek elrendezése, egymás utánja, egy egészen profi kiadvány, a Kaliban kiadó gondozásában jelent meg. Ajánlom szeretettel, most ezt átnyújtom a szerzőnek, hogy tudjon felolvasni. Marianna, kérlek, hogy üdvözöld a jelenlévőket. Sok szeretettel üdvözlöm mindenkit, és nagyon köszönöm, hogy itt lehetek, így nagyon különleges számomra ez a hely, mert magam is Komáromban születtem, és így ilyen otthonos érzés most így lenne, kicsit kevésbé izgulok, vagy rettegek, hogyha máshol lennék. Az első verset felolvasni, az a Kozmológia című, reggel is ezzel kezdtem, és úgy érzem, hogy most nem szeretnék a bevált útról letérni, viszont nem jegyeztem meg, hol található. Megvan. Kozmológia. A félig kopasz lányra gondolok, aki csak leírva láttam, így nem tudom, a Drum'n'Bass vagy a sugárkezelés indította el a folyamatot, és persze a haj visszanő, de nekem most olyan hirtelen és megmagyarázhatatlan ette be magát a gyanú a fülem mögé, ahol a legkeményebb csontokig a komoly koponyámban, hogy ez a semmiből jövő hátfájás valami visszavonhatatlanul közeli törésvonal első pókháló repedése. Ilyenkor már nem tudsz hátralépni. A szomszéd utcában építkeznek, de ezeken a forró csütörtök délutánokon nem utal rá más, csak a pányvázatra feszített zöld halászháló. Pontosan úgy hullámzik a szélben, mint az Isztriát temésztő hullám. Ugyanezt a kéretlen és keresetlen nyugalmat ébreszti benned, fizikai és biológiai, de végül mégis matematikai törvényeket követő hullámmozgás a tehetetlen anyagon. Szél, perisztaltika, kalcium áramlásra által kiváltott hulláma,
Egy sejtékre kiejtett szó, nyitott szemmel nevetés, hirtelen és megbocsáthatatlanul személyessé váló hangnem, lassan emelkedő Boeing, éppen egy kar és egy újnyi távolságra. Biztonságos, biztonságos, senkit nem engedő gravitáció. Szavak tömörülnek minden létező köré, legalább Van der Waals kötésnyi távolságra. A hirtelen szakadásoktól való félelem és a valamennyi hullámmozgásból származó kéretlen öröm, a matematika összes törvénye iránt érzett tisztelet, önző és rövidlátó ösztöneink ellen irányuló elkeseredett karcsapásaink. Ha sikerrel járunk, ahogy te, egyszer megtanuljuk áthidalni ezt a távolságot, és olyan szorosra vonjuk, hogy egyetlen pontba sűrűsödik mind. Innen tudjuk majd, hogy az összes út erre futott. És akkor mindent újraindíthatunk, pontosan ugyanígy. Vége. A reggeli menetrend szerint három verset. Legyen mind. Most pedig a Maruska címűt szeretném elolvasni. Megtaláltam Maruskát. Néhány embernek azért olyan furcsa formájú a feje, vezetett fel a gondolatmeneted a kávézóban, a kolosszus lábánál, mert csak erőszakkal tudták őket világra hozni. Vákummal vagy fogóval, a fejüknél fogva rángatták őket ebbe a kínos helyzetbe, amelybe szándékuk ellenére keveredtek, és ahonnan semmi menekülési út nem egyszerű. Így különbözteted meg őket, meséled a pincére mosolyogva, aki magyarul kínál fagylaltal, bár kiejtése érdes és kellemetlen. A kerekfejűek, akiknek minden frizura jól áll, és minden olyan vérforraló könnyűséggel megy nekik, az üdvözlés és a búcsúzás is, és a homorú halántékú, vagy laposfejű sereg, akik az érkezés sokját követően még hetekig mozdulatlanul feküdtek az apró, kemény matracukon, későn és értelmetlenül tanultak meg beszélni, azóta is gyakran zavarodnak bele a mondataikba, és legalábbis furcsán néz rájuk, akinek szánják. Felnézel a kolosszusra, így alulról, mint a szoknyája alá szeretnél belátni, közben öntudatlanul ráncolod össze a sajátod. Az előnytelen napszemüveget feltoltad a fejed tetejére, nézem a szemed alá festett fekete táskákat, és a halántékodra kent sötét festéket, amitől olyan szépnek tűnik a homlokod, mintha azt mondaná, bébiről tágasabb vagyok. És hirtelen eszembe jut, hogy irigyelheted a pincért, amiért olyan esetlenül és nehézkesen beszéli az anyanyelvedet. Én nem mondom ki hangosan, hogy bármi hangzik el ennél az asztalnál, egyikünket sem tünteti fel jó fényben. Te olyan arcán nyelöd le az utolsó kortya perolt, mint aki kisi már bánja a rendelést, de olyan drága itt minden, és ki kell vinnia. Váltok, és mást olvasok fel, mint reggel, mégpedig a Babaváros, vagy a Pámszikista című verset. Arról beszéltem, magam is olyan vagyok, mint az evolúció, vagy mint az öröklődő láncintézise. Akár ők, csak egy irányban vagyok képes haladni. Vannak elágazások, amelyek vezetnek valahová, már Szozsák utcába torkollom. Azt hiszem, lényegében egy város térképe. Főutcán kirakat, kirakatban baba, baba kalapján masni, a házakban is babák, főutca felett, a sikátorokban is babák, színes parókákban babák kettévált végű hajszálakkal. Ahogy benépesítenek, sok szempontból a babák maguk is a város térképei, egyszer vezetnek valahová, mászor zsákutcák, rengeteg az elágazásuk. Úgy képzelem, bennük is rengeteg, méretarányosan kisebb baba lakik, a légutak és a masszívabb verőerek utcáin, a mielin hüvely burkaiban, az iszamos belek rendszerében, és bennük még apróbb, már kitapíthatatlan babák. Egyszer majd mindannyian megtanulunk beszélni egymással, és feltesszük kérdéseinket. Én azt kérdezem majd, meddig nő még a csomó a combelőerem felett. Ők azt, hány másodpercig tartanak majd a sejtfalak, ha meghalok. Köszönjük szépen, Mariannának a bemutatkozást. Most még nem kérdezünk, vagy mondjuk az első kör. Folytatnám a másik, második szerzőkkel, Bakár Patrikot szeretettel üdvözlöm, akinek Tükör a nappalokra, Nemekügyük az éjszakának címmel jelent meg verses kötete a napkiadónál, tehát a Dunaszerdai napkiadónál. Patrik tevékenysége meglehetősen szertágazó a kultúrán belül, ugye kollégák vagyunk az egyetemen, ez nem titok, és Patrik rendkívül régóta írás tevékenységet folytat, hiszen
már alapiskolában, illetve középiskolában is ezt folytatva már ideje korán jelent meg eléje, az Égiek legendája címmel, illetve számos irodalom történet és kultúratudományi munka fűződik az ő nevéhez. És hát ez igen nagy, aminekre jogos hír, hiszen ugye közös kutatócsoportban is részt veszünk. Doktorját Patrik az alternatív történelmi regényről írta. Így megint hadd utaljak arra, hogy ez a látásmód, ami a történelmet elágazások rendszereként, illetve megvalósult és lehetséges változatok hálózataként gondolja el, az a versekben is valamennyire azért látszik. Ez az első verses kötete a szerzőnek, de ezt megelőzte prózakötet is, és egy olyan verses kötet, amely éveken keresztül készült, abban az értelemben, hogy az első darabok akár 10 évesek, viszont a pandémia alatt a szerző befejezte ezt a kötetet, és megjelent szintén nagyon szép kiadvány. Tehát szeretettel üdvözöllek téged is, Patrik. És akkor tőled is halljuk valamit. Szeretettel kérlek, hogy olvass föl két darabot. Kettő Marianna hárma, de kettő Nagyon szépen köszönöm én is Péternek a fölvezetést, önöknek pedig, hogy eljöttek, igazán sokat jelent ez mindannyiunknak. Marianna is Komáromban kezdett, azt mondta, hogy itt született, hát én meg ide költöztem, úgyhogy valahol ezzel is megírhatók vagyunk, így mind a helyben biztos, hogy mind kötődünk Komáromhoz, és számunkra fontos történetek kapcsolódnak, csomózódnak össze a várossal, valakinek még mindig folyamatosan, valakinek meg egy kicsit távolabbról. Úgyhogy én is két, vagyis akkor én két verssel üdvözölném a közönséget, két egészen verssel még reggel. Szóval úgyhogy van benne annyi, hogy lehessen mást választani. Valamiként perhuzamba elvítható ez a kettő, az egyik búcsúzó jellegű lesz, a második köszöntő jellegű. Az első egyetlen az kötetben, amit valakinek nagymamámnak ajánlottam, ennek az a cím, hogy az akác és lehelet. A mozgókép, amikor az orvos tudatlan tétlenül megvonta a vellet, az ablaküvegre fagyott, újra meg újra minden leheletemmel. Mindig nehezen indultam el otthonról, de ekkora gombóc még sosem főtt a torkomban. Pedig ez úgy az ezredik alkalom. Rettegek a tudattól, hogy egyszer épp olyan megérzéseim lesznek, amilyenek anyának mindig is voltak. A frissen vágott erdő oldal élettelenebb most, mint az elmúlt 82 évben bármikor. De nincsenek. Csak a rég beomlott katakombák visszhangjában edzett vasakaratom, amivel a rozsdás vérlemezkéket is újra kovácsolom. Hisz az avaron átszivárgó fény elég hozzá, hogy a gyökérkötések illesztékeiből az akác, mint szív, haragután és kitartó kézfogásból újra sarjadjon. És mi ezen a látványon nevelődtünk. A génszimfóniánk per hangjegyekkel, hogy idézze az akác virágot. Miért ne sikerülne hát? Egy lehelet miért ne olvaszhatna fel egy másikat oda át? Köszönöm szépen, én is keresgélek, ezt közben találtam ki, hogy lehetne a párja. Így mondta, fogom a magvakat és elindulok, hogy a világ minden lánctalpas nyomába virágot ültessek. Színeseket, sokat, szépet. Segítek a kislányomnak is élet után kutatni. A kiürült töltényekből olvasztott rácson keresztül szitáljuk a Szahara homokját. Mihály a régi idők emlékére talán felrúg majd egy kannát véletlenül, hogy szivárvány kolorra kenhessük magunkat is, amíg az égen tapicskolunk. Széttépem és megöntözöm a könyveimet is, cérnát fűzök a fenyvesek tűibe, de a napfény facsaráshoz,
hogy ismét édes legyen a citrom, ti is kelleni fogtok. Így mondta a tündér. Köszönjük szépen! Pátrédnak csak a következzen a harmadik résztvevő. Szeretettel üdvözöllek, Tamás, aki nálunk doktorátus Eller János Egyetemen, és hallgatónk is volt, úgyhogy régóta ismerjük egymást. Tamás, éppen beszéltük róla, hogy 9 évig éltél Kamáromban, úgyhogy ő is a városhoz kötődik, és pont ugye az egyetemi évek, ami az ember életében nagyon fontos, illetve a fiatalkornak egy része. Nem, mintha most idős lennél. Kétségféle, így van. És Tamás mi alatt az egyetemi kötelezettségének tett eleget, illetve a doktorán közben ugye prózaírásra adta a fejét, szerencsénkre. És Tamásnak az első kötete Húgyos Malac címmel jelent meg. Szintén a Harigan kiadó gondozásában, ahogy Marianna kötete is. Tamás az olvasás kultúrájából, illetve olvasás szociológia, olvasás kutatásból doktorált, úgyhogy egy harmadik terület, tehát molekuláris biológia, spekulatív fikció, illetve olvasáskutatás került egymás mellé, ami a civil hivatást, illetve az egyetemi kötelezettségeket illeti. A Húgyos Malac azonban a címéből is akkor egy elég szókimondó, illetve maradjunk első közelítésben annyiban, hogy a patetikus nyelvhasználatot kicsit visszaszorító viszont. Ilyen szépen ezt még senki nem fogja. Mindent fogjuk látni, hogy azért ez igazolható ez az állítás. Úgyhogy Tamás, kérlek téged is szeretettel, hogy akkor esetleg a címadó darabot. Jó. Jó? Oké. Elkérhetem a... Köszönöm. Én is köszöntök mindenkit, és akkor a következő csodálatos és milyen szántó, szofisztikált, Húgyos Malac című novella. Húgyos Malac. Malacok, húgyos malacok ezek, nyomatja fejcsóvába, hogy éjvány, nyers, arrogáns kírus van. Ilyenkor kicsi olyan, mint Guy Ritchie klasszikus filmjének jelenlétében Unkó, a maffia vezér, aki a disznótartás rejtelmeiről és a hulláknak azok bevonásával történő tökéletes eltüntetéséről adott kísérőadás ellenlábosainak. Malacok, húgyos malacok ezek, ismétli meg. Obszén szentenciája körülötte sürgő forgó ápolónőkre vonatkozik. Azokra, akik nap mint nap kiszolgálják. Azokra, akik mindent megtesznek annak érdekében, hogy ő jobban érezze magát. Malacok, húgyos malacok ezek, nyomatja harmadszor is. Az ápolónők válaszul figyelmen kívül hagyják betegük mondani valóját. Ugye nekik szó alázás olyan, mintha az meg sem történne. Számukra minden negatív jelző elillanó röpke kifejezés csupán. Az összes feléjük irányuló káromkodást letudják egy várántítással. A húgyos malacozásnak, mint mondják, semmi jelentősége nincs. Az elhangoztatott szókapcsolat most is, mint mindig, egy csendes fejcentéssel véget ér. Megszokták már, mindent megszoktak. A nők egyébként sem tudnának nagyon mit tenni. Senki nem olyan karakán közül, hogy szembeszálljon Évával, meg amúgy is. Az öreg nagyon jól fizet. A legismertebb betegüket sem kidobni, sem pedig megölni nem túl etikus, gondolhatják. Ezért hát elviselik. Éva az ország egyik legjelentősebb írója. Vénségér azonban magára maradt. Felesége meghalt, gyerekei nincsenek, barátai eltávolodtak tőle. Jó szándékú, általában pénzt kunyatkó látogatókat nem fogad. Nála ez elvi kérdés. Jébá körülbelül 50 könyvet írt és több százat szerkesztett. Jébá komoly magánvagyont halmozott fel az évek során. Most egyedül ül az öregek otthonában, jogdíjaiból fizeti a költségeit és szellemi partnereket keres. Hátralevő utolsó éveiben már csak erre szeretne költeni. Még egy internetes álláshirdetést is összehozott. Olvasott embereket keresek, nem geci származékokat, szólítja meg anonim módon az ártatlan munkakereső. A felszólítás egy munkakövetelmi leírás egészíti ki megjelölt elérhetőségekkel. Az általa megfeleltnek ítélt jelentkező fizetsége 20 euró óránként.
Mindez teljes 8 órás munkaidőben, akár a hét minden napján. Jébá óránként 20 eurót fizet annak, aki könyvekről, filmekről, kulturális produktumokról beszélget vele, és elviseli az arrogáns, obszén stílusát. Az ajánlat több, mint kecsegtető. Jobb állást keresve sem lehet találni. Jelentkező akad dögivel. Egyiket a másik követi. Az öregek otthon az idők során a munkakeresők igazi zarándok helyén jelentette ki magát. Ha viszont csak pénzt akarsz keresni, Jébá azonnal kérünk. Ha egy delinkvens analfabéta, Jébának azonnal feltűnik. Ha nem láttál kellő mennyiségű filmet, másodpercek alatt megsemmisülsz verbális ágyúcsöve által. Ha nem olvastál eleget, Jébá rögtön takonygerinci nyomoréknak, vagy véres hüvelyváladéknak nevez. Engem hosszas próbálkozások után vett fel. Majd tízszer mentem el hozzá. Látta rajtam, hogy tőle szeretnék tanulni. Ezért minden nap órákat vagyok vele. Jébá véget nem érő listát állított össze, hogy mi az, amit látom és olvasnom kell. Jébá messze a legműveltebb azon, akivel valaha találkoztam. 20 eurós órabére olykor lefasz fejez, olykor tátongó üres segítnak a boszrofál. Közben persze említi Hawkingot, hivatkozik a Tao Te Chingre, Konfuciuszra és felhívőn mond Camus regény részleteket. 20 eurós órabére gyakran imbecil fanszőrzetnek hív, ugyanennyiért néha sehélyes kondó maradék vagyok. Proust, Nietzsche, Marx, Mórus, Arisztotelész, Ellenrod, Grié, Heine, Philip K. Dick, Michel Houellebecq, stb. 20 eurós órabére gyakran azt mondja rám, hogy sötét, fapados légbér hulladék, de előfordult szavai alapján spontán üres valakatlan nálam zsáron. Kant, Bauman, Eckhart Mester, Platón, akár idézi Monegutat, elemzi Pót, hivatkozik Lars von Trierre, mindezt fejből is, több nyelven persze. 20 eurós órabére Jébá gyakran elfutott picsába, a geciba, a keresztanyámba, a heréi alá és az összes olyan helyre, ahol állítása szerint, idézőjel, magamra aggathatok némi műveltséget. Az öreg minden klasszikust elolvasott, amit el lehet olvasni, és minden filmet látott, amit meg lehet nézni. A memóriája kikezdhetetlen. 20 eurós órabére nagyon sokat kell készülnöm a vele való munkára. 20 eurós órabére, ez messze a legkomolyabb képzés, amin valaha részt vettem. Jébá fizet napi szinten, fizet heti szinten, fizet havi szinten, igény szerint. Néha többet is ad, mint amiben megegyeztünk. Csak olvasnom kell, filmeket néznem és vitatkoznom vele, mondogatja. Szidásai közepette gyakran engem is malacnak hív. Ennyi pénzért és kultúráért cserélne, néha tehát én is malac vagyok. Malac, malac, húgyos malac. Szépen Tamásnak is a bemutatkozó szövegnek, hiszen hogy fölkeltette az érdeklődést a második kör után, de most még nem vágunk bele a második körbe, hanem egy közös kérdéssel indítanánk a beszélgetést, és aztán, ahogy elhangzanak a válaszok vélemények, mert közben meglátjuk, esetleg majd a jelenlevők is bekapcsolódhatnak. És aztán következik majd a második kör, jó? Nagyon egyszerű, bemelegítő kérdés lenne, mit jelent számotokra az alkotás? És ugye annak fényében látjuk, hogy azért ez háromféle nyelvhasználat. Tehát nyelvi értelemben mások hozzák létre a mű világát, és ez milyen kérdésekkel szembesít benneteket az alkotás közben, illetve mi a véleményetek a saját produkcióitokról. Alkotás technika. Bárki. Hadd ne legyen most a lányok, ki az első is. Jó. Hívételesen. Köszönöm a szót, akkor elkapcsolódnék arra, mivel kérdezett, hogy fel a doktorin felül, ugye mondtad, hogy sok mindenféle a kérdéssel foglalkoztam eddig a disszertációban, az alternatív történelem műfaját jártam körül, azt egy kérdéssel leírhatók ezek a regények, ki lett volna, ha. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok mindent tudunk tanulni a történelemből, időnként még többet tudunk tanulni abból, ami nem történt meg, ha elképzeljük, hogy mi lett volna, hogyha náci tankok túlhaladnak az elért határokon, hogyha, mint ahogy azt az ember a fellegvárban való lehetjük, legyen szó az regény, vagy legyen szó a regényről, vagy a nemrégiben bemutatott sorozatról, mi lenne, hogyha Észak-Amerika is a horog kereszt árnyékában került volna, néha ezek a gondolatok, vagy gondolatfutamok olyan
eshetőségekkel is szembesítenek, amelyeket a jobban értékelni tudjuk, talán az is, amink van. Minden esetre az alternatív történelem az csak egyik irányzata annak az általad emlegetett spekulatív fikciónak, amiben már évek óta foglalkozom, hogy ennek ugye a testvérei lenne a science fiction, vagy lenne a fantasy. De nyugodtan hozzátenném azt is, hogy ezek nem kifejezetten újkori műfajok, úgy tetszik, néhány évezredet, hogyha visszamegyünk és elkezdünk fantasy művek iránt kereskélni, akkor jó eséllyel találunk, úgy fogják őket hívni, hogy mitológiák. És valójában ezek azok a csapás irányok, amelyek mentén a magam szövegeit elképzelem vagy építhetem. Mind a mítoszok, mitológiák szerzői, mind a spekulatív fikciós műveknek a szerzői világokat építenek. Valamiket eltemelnek a mi valóságunkból, valamit módosítanak azon. Sok szerző foglalkozik ezzel. Ritkább jelenségnek számít, hogy migrálban jelenjen meg ezeknek a világoknak a leképződése, ha úgy tetszik, lehet egy migrálban fantasztikus világot építeni, lehet összekeverni a populáris világokat a már emlegetett mítoszokkal. Lehet, hogy az a kettő, amit felolvastam, nem erre mutatott, lehet, hogy a továbbiak meg inkább erre fognak, de valahol ez kísérlennek, tehát világot építeni, de ebben az esetben lírai szövegre, nem pedig prózai által. Igen, és ugye a lírai hagyomány is fontos, illetve valóban a nemopoetikának, tehát az emlékezet működésének. Igen, ugye, hogyha a jelenünk, illetve a mód összekapcsolása, apropó Jancsi Zoltánnak, a polgáraminónak a művészete jobban emlegethető volna, akik fontos illetforrásai ennek a kötetnek is, szóval két egészen más front felől nyílik rá lehetősünk arra, amit működtetni próbáltam. Igen, köszönjük szépen. A mitologizáló látásmód, ha már ugye szóba került Polgár Amikor Régésznél Körömcipőben című könyve, remek példa arra, hogy a mitológiai szerepek újra értelmezése, aktualizálása milyen kérdésekkel szembesít a jelenünkben. Hát egy perc intermezzo, és aztán adom a szót, hogy mennyire érdekes e felől is tanulmányoznunk, illetve szemügyre vételeznünk a múltat. Az időszámítás előtt 5. század azért az nagy század volt a kultúra szempontjából, és vannak köztünk színházi emberek is, üdvözlöm őket, és talán emlékszünk arra, hogy az időszámítás előtt, illetve nem emlékszünk, hanem fennmaradtak erről szóló írások, hogy az időszámítás előtti 5. században volt egy olyan drámai verseny Athénban, amikor Euripidész nem kapott díjat. És olyan példátlan, hogy az egyik nagy drámaíróról pont az maradt fönn, hogy nem kapott díjat, és közben más meg igen, és az ő nevük akár alattom nem tudom, tehát olykor fönn sem maradt. És nagyon érdekes, hogy miért nem. Azt azért tudjuk, hogy miért nem kapott Euripidész díjat. Azért, mert a Trójai Nők című darabját mutatták be, és ugye a Trójai Nők olyan kérdéseket vett fel, ami az ellenfél és a női perspektíva felől közelít, mondjuk a görögségben akkor már ugye több évszázados nagy homéroszi világhoz, és egyébként Hérodotosz is, ha már ugye történetírás, ami nagyon hasonlót működtetett, hogy az idegen kérdezte meg, hogy hogyan működött a háború onnan nézve, és akkor nagyon sokat megtudunk magunkról. És nagyon érdekes, hogy ez közvetlen, direkt hatásként lényegében ellenállást váltott ki. Úgyhogy ilyen értelemben a művészetnek mindig is van valamilyen felforgató jellege, és nem tesz lehetővé maradéktalan azonosulást, pláne akkor, hogyha az a nézőpont a kisebbségi, vagy az idegen, és annak kölcsönöz hangot vagy arcot. Nagyon izgalmas ez a látásmód is. És Marianna esetében, én most a görögséget, Csehi Zoli mindig mondja, hogy már a görögök is tudjuk. De mondjuk, ami a természettudományos látásmód esetében is valami hasonlót tapasztalunk, de nem is kell talán annyira visszamenni. Marianna, hogy látod az alkotást? Én valójában
valójában pont arra szerettem volna kapcsolni, hogy úristen, micsoda a madártávlatokból tekint ránk ez a kérdés, meg mennyire tág, mert ugye számomra egy tanulmányaimat, meg előzményeimet, keresési előzményeimet tekintve molekuláris biológus vagyok, számomra azért nem annyira egyértelmű, hogy az irodalmi alkotásról beszélsz, vagy akár a szöveg, vagy kizárólag az irodalmi szövegek alkotására. Mert ugye az, hogy bár mostanában kevesebbet tevékenykedem laborban, ugyanis így tudományos írással foglalkozom hivatalból napi szinten, azért volt ilyen időszak, hogy például egy adott mintának az antioxidációs potenciáját mértem meg, és meséltem arról, hogy későbbiekben, egy szövegben, hogy hú, miért érdekes az, hogy ez az eredmény jött ki, vagy az az eredmény, mit árul el ez nekünk a világról, vagy az adott mintákról. És így valójában ez ugyanúgy egy alkotási folyamat számomra, valami újnak a felfedezése, elmesélése, narratívába öntése, mint ahogy egy vers megírása. És itt szeretnék még így arra is kitérni, amiről azt hiszem, hogy reggel is meséltem, hogy azért számomra így ez a két út, így a természettudományos és az irodalmi egy kicsit egymásnak így a másolatai, mert mind a kettő egy ilyen analizáló gondolatokat elemző folyamat része, ugyanúgy a kíváncsiság vitt el a természettudományok irányába, és az, hogy rengeteg kérdést tettem fel így magamnak is, akár a világról, megismerési folyamatokra is kíváncsi voltam, és ugyanez mit terít így az irodalom irányába is. Tehát így számomra az alkotási folyamat az egy megismerési folyamat is, analizáló folyamat is. Nagyjából ezek a gondolat töredékek, foszlányok jutottak eszembe, amik remélem azért kiadnak egy képet arról, hogyan működöm. És akármilyen. Emlékszem, mennyit vitáztunk, de ez az én generációm, ezt egyébként olykor hozzá kell tenni, pontosan arról, hogy ha szétválasztjuk a különféle szellemi területeket, tételezzük fel a tudományos látásmódot, ami természettudomány, illetve a bölcsészt, akkor beleütköztünk egy-két, olykor nem is egyszerűen feloldható dilemmába, mint például, olyasmi, hogy mondjuk a természettudományos látásmód lenne inkább a megismerésnek valamilyen útja, ami egyébként egyezményes, hogy ezt hogy érjük el, elmélet, kísérlet, és a kísérlet az elméletet száfolja, akkor az elméletet elvetjük a bölcsészlogika, nem teljesen ezt az utat járja, vagy nem mindig, viszont nagyon izgalmas azt látni, hogy éppen ezért a művészeti, illetve az irodalmi látásmód pedig talán, és itt lehet, hogy a szóhasználat picit kötözködő, nem Marianna felé kötözködő, hanem a teljes diskurzus felé, hogy ott talán nem biztos, hogy a megismerés, hanem a megértés, vagy annak milyen változata jön be a képbe. És régen ebből egész elméleti iskolák merítettek egyébként ebből a kettősségből, és a maguk előfeltevéseit próbálták hát egyeztetni, amikor tökéletesen sikertelenül. És milyen érdekes, hogy néhány héttel ezelőtt, vagy egy hónappal ezelőtt a Pátria Rádióban Molnár Norbinak a műsorában Németh Ilona képzőművész nyilatkozott, és ő például nagyon hasonlót mondott, mint most Marianna, hogy a művészi látásmód az lényegében a megismerés, és ő is így fogalmazott, hogy a megismerésnek az az egyik lehetősége. És akkor itt jön, hogy hát lehet, hogy a mi, vagy az én beidegződésem, ami nektek már, bocsánat, olyan természetesebb közeg, az régebben volt egy mesterséges szétválasztás, meg a nagyobb kulturális, meg szocializációs kérdés még. Egyébként még ma is divat a kettőt nagyon élesen megkülönböztetni és szembeállítani, és itt tanulja meg az ember, hogy ez többek között a költői világ létrehozása, illetve akár a mindennapi labormunka szempontjából is gyümölcsöző konstelláció lehet, úgyhogy ez remek így, úgyhogy azért mondom, hogy ez a kép, ez nagyon is megfontolandó és nagyon érdekes.
És akkor viszont, amit mond Marianna, az is ugye egy fontos előfeltevés, hogy a, mert mondtál valami esetleg, hogy a kultúrában való jártasság, hogy mozgunk ilyen, hát ilyen transziológus, ilyen hosszmetszeti műveletek mentén a kultúrában. Persze, hát ugye a másfelől nézve a szakma ez diktálja esetünkben, és mondjuk mai nap is hát talán kevesebb az olyan bölcsés szerintem még mindig az egyetemeken, akik veszik a fáradtságot, hogy a természettudományon belül is képezzék magukat, de szerintem pont ez a jövő, tehát az összekapcsoltság, a hálózatosság, a globális rendszerek igénylik is azt, hogy lássuk ezeket a változásokat, és igazából nem is boldogulunk nélkülük, mert a jövő múlik azon, hogy megértjük-e ezeket, hiszen minden fontos kérdés valahogy kapcsolatban áll a tudománnyal. Miközben sokan instrumentalizálják ezt a kérdéskört, hogy emlékeztek biztos a Holt Költök Társasága című könyvben, az mekkora mondat azért, ezt megfutatás, hogy igen, van az orvostudomány, a jóga, a szociológia, igen, ezek kellenek a mindennapi élethez, és egyáltalán az életünk köz, de amiért élni érdemes, az a művészet. Mondja Keating, ugye Robin Williams alakításában, úgyhogy, no, ez egy, és akkor ugye nagy múltra visszatekintő kérdés, de hát itt látjuk Marianna verseiben ennek egy nagyon produktív és alkalmazott formáját. Tamás? Igazából én most hobbiként tekintem az irodalomra, mert noha évekig tanítottam, és évekig így meghatározta az egzisztenciámat, az, hogy benne voltam, az, hogy minden nap készülnöm kellett, és az, hogy egyetemen kellett órákat tartom, az most már megváltozott, mert már 3,5 évre teljesen más tevékenységet folytatok, és ez így lett lényegében hobbi is, bár szerkesztő is vagyok, ez a fajta másik munka, és ez a fajta másik munka ad nekem egy civil aspektust, akár a saját szövegeimre is, vagy akár a saját könyvemre is, hogy irodai dolgozóként próbálok meg a saját munkásságomra tekinteni, és ez azért is érdekes, mert más megközelítés az, amikor az ember tanárként néz egy irodalmi szöveget, és más, amikor ebből a világból próbál rá tekinteni a saját munkásságára. Meg hát, hogyha megismerni is egy kicsit csatlakoznék a Marianna félére, tehát engem nagyon érdekel a tudat és a tudatalattinak a viszonyrendszer, és ezekben a novellák között vannak olyanok is, amik ilyen nagyon bizarr szexuális, tudatalatti Freud ösztöné tekintetében fontos dolgokat szólítanak meg, és igazából ez nem feltétlenül a tudomány, sokkal inkább az én fantáziám, tehát hogy én elképzelem a skizofréniát, ahogy én elképzelem a dolgos állapotokat is. Nem csak vicces szövegek, amit benne próbálok, ma is jön mindjárt, vagy hát nem is sikerült. Igen, szoktál erről beszélni, Tamás, hogy a műveidnek a megértségi szintje az elég alacsony. Igen, kimond. Tehát olyan szempontból, hogy nem a igen, saját... Igen, tehát hogy például van benne egy drogos novella, ahol két nagyon bedrogozott állapotban lévő tinédzser tevékenykedik, és varázsbombától, amit én soha nem próbáltam és nem is szeretném kipróbálni. És az egyik ismerősöm elolvasta ezt a novellát, és mondta, hogy hiteltelen. Kérdeztem, hogy ezt te honnan tudod, és mondta, hogy én próbáltam és egyáltalán köze sincs ehhez, mert hogy ez nem ilyen állapotokat hoz, sokkal inkább az RSD, ezt nem kérdeztem, hogy honnan tudja, mert próbálta, valószínű. De hogy Ez tényleg az, ahogy én elképzelem ezeket az állapotokat. És hát valószínűleg hiteltelen. Sőt, van olyan állapot is, ami van olyan novella is közt, ami nem erőszak novella, amit meg morálisan teljes mértékben elítélek, de számomra az egy izgalmas kérdés volt, hogy le tudnék én egy olyan dolgot, amitől ennyire távolinak tartok, hogy amit ennyire elítélek. Hát azt, hogy hitelesen, azt meg már nem nekem kell eldönteni. Köszönjük szépen. Fölmerült-e valakiben valamilyen kérdés hozzáfűzni való? Nyilván sok minden, csak nem mondjátok. Jöhet a második kör? Marianna? Jöhet. Akkor Mariannát hallgatjuk ismét. Marianna három vers. Három. Fogd is meg. Maradjuk a három, nem Marianna is.
varázsszám. Most igyekszem más választani. A felfúvódás után. Az utolsó pillanatban ugrottam ki az űrhajóból kilövés előtt, mármint mindez álmomban persze. Azt hiszem aludtam és észéjazhattak a bőrülésbe. A kilövőpálya, mint egy hullámos út első felvonása, ám sosem ereszkedik le a simpár, végig felfelé tör, a stratoszférát célozva meg maga előtt tartott két fél ötlével. Éppen hogy idejében ébredtem és léptem, vagy inkább zuhantam ki a pálya menti nedves fűbe. Nem emlékszem, kiket hagytam magam mögött az ülésekbe kötve. Akaratok ellenére most már zsugorodó foltként utazva kifelé a gravitációnkból. Csak arra, hogy mikor elstartoltak, sokkal hidegebb rémület szállt meg, mint amikor feleszmélve, mármint álmomban továbbra is, azt hittem, késő, nem látom többé a bolygót. Mert felütötte bennem a fejét a meggyőződés, hogy itt a bolygón az otthonunkkal rekedve mégis sokkal kisebb az esély bármi hosszabb távú túlélésre. Apoteózis. Az első alkalommal, mintha sosem volt balettanárom szállt volna meg téged, úgy szorítod meg a vállam, és nézel egyenesen a szemembe, és mondod, hogy egyébként jól csinálom, csak egy kicsit könnyebben kéne. Mint az arcod is hirtelen a szoros konytól feszülő bőrdog volna, de ki is az, aki kezet merne emelni rád? A lapockáim alá karmok feszülnek, átölelem magam, de nem veszem észre, és egy pillanatra biztos vagyok benne, hogy repülni akarsz tanítani. A következő héten arról mesélsz, hogyan vágjam kétfelé a borsó szemeket, mint a atommagok lennének, és hogyan hasítsam olyan vékony hasábokra a répát, hogy hasonlóan a fényhez egyszerre tudjam áthűzni két tűfokán, ekkor inkább hullám már, mint részecske. A következő leckét. Mostantól csak strandon űzhető, késő nyári tevékenységekről írhatok, de az olajban sülő krumpli illatából semmiképp ne lélegezzek be többet napi 5 köbcentinél. Ha ez könnyen megy már, és délután fél négy felé szinte strandlabdának érzem magam, elkezdhetek dolgozni azon, hogy elfelejtsem, van más formája a létezésnek, mint strandlabdának lenni. Mikor ezt elfelejtettem, nem kell több leckét adnod. Mert mindannyian jól tudjuk, hogy a strandlabdáknak már senki nem tud semmit megtanítani. Hát és nem tehetek róla, itt nyílt ki a kötet. Humfiem divin. Még puha csontú voltam és formálható, az anterior kutacsavaratok között még összesen ford, mikor már a történeteiddel, jó részt a sarki videótékából, tanítottál válaszolni a világra. Képekkel, hangokkal, színekkel és ereszkedő, emelkedő dallamokkal. A nyelv valahol szinte lényegtelen volt, a fonológia is zenévé alakult, és ebben a korban tanultam meg először, hogy nem életünk, hanem cselekményünk van, és talán karakterfejlődésünk. Minden kézmozdulatnak iránya, minden hangnak célja, és semmi sincs érdek vagy irányítás nélkül. Később szavakká álltak a hangok, és nyelvek készültek. Ez szigorúbb rendszer volt, de komplexebb önkifejezésre képes. És a nyelveken megtanultam, mit jelent az entrópia, az elektromágneses sugárzás, a megállíthatatlan, a megérintető evolúció. Ekkor a varataink közül eltűnt a lágyhorpadás, és a hosszú csontjaim sem nőttek sokkal tovább. Újabb történeteket mutattál, már nem a videótékából, és ezekből egyre inkább azt tanultam, amit nem lehet megérteni. A célok és irányok hiánya, vagy hiába valósága felkavart. Valaki meggyes pitét és kávét rendelt a sarokban, hiánytalan körvonalú ajkak nevettek velünk, rajtunk, nem is nevettek, de végül mindenki meghalt, és elkezdtem belefáradni. Ilyenkor a csontok már csak kóros irányokban nőnek, egyre több film gyűlik a mappában, amelyeket én szeretnék megmutatni neked, erőlködöm, üzenetekkel zsarollak, és mikor beszélek hozzád, arra gondolok, ezekből talán még te is képes volnál újra tanulni, de nem tudok hatni rád. Visszafelé nem működik a befolyás, az idő, fejlődés, a láncszintézise. Az egyik oldal mindig siket, az egyik felület mindig sötét. És valahol épp megszületik a gondolat, hogy ugyanazért, amiért téged sem keresett még soha oda átról senki. Köszönjük szépen, Oriana. És akkor a második kört folytassuk ismét Patrikkal.
lázadok. 33 van benne, abból 30 került ciklusokba, és 3 van kiemelve, egy az elejére, egy a végére, meg van egy a közepén, úgyhogy legyen a közepe. Hotel Ucska. Ucska Wasserman fecske szíve félt, hogy az apja fáradt hullája mellett felsejvő medúza arcélek, melyeket a hullámok négy tintával festettek, az ő vonásait remegik vissza. Az új ízekre előbújtak a rákok is, a móló repedései helyenként tovább futottak, s a Hotel Ucska mézéles lépcsőfalán szigróna villant a vaskabátokon. Basszus, ilyen meleg tengerben se fürödtem még. Josip Vukanovics szédült az északi füstől. Dühében a szálló falába nyomta a csikket, az első lövés volt a lány színű vakolaton. Terítéskor a kések, villák, a német porcelán morze kódot kopogtak, nem tudta felfejteni. Csak egy tányér tört a padlóra, mintha Lucka hangjával repett volna szét. Az emeleten a Standartenführer épp elélvezett. Elharadtam a szelme, hogy a kavicsparton aludtam, egész héten marta aztán a káposzta meg a só. Saul Wasserman a keletre néző ablakokból látta, hogy Josip Vukanovics a homloka közepére mutat. 500 méterről tette, az a pont mégis úgy égett, mintha Jahve öltötte volna fel az usztasa ruhát. Lucka hozzábújt, mielőtt kiment volna eléjük, hogy a mólón adja át életműve kulcsait. Brutálisan sokat eszünk, mintha Bacchus terítene, mintha egész Észak és Kelet-Európa itt akarná megtömni magát, talán még a rohadt napte is dagaszt. Lucka Wasserman végig az apja háta mögött állt, amíg az a terveket rajzolta. A keleti és az északi falat, illírkőből a partot, a királyi lépcsőt a királyi bejárathoz. A te palotád, a mi irodalmunk, mondta, és a szakálla megőszült. Amíg köpködöm a vizet, meg a kétszer annyi sót, nézem a kislányt összehúzott fenékkel és surlódó combbal a lépcsőn. A rom akkor sem húzódik félre, amikor a tövébe enged minden természet színűt, ami összecsomózta, mint valami kalózkötél csomót. A Wasserman félsziget északi fokán futó spirál lépcső a tengerfenékbe merül, és apa azt mesélte, a pokolba vezet. De az alkonyat fölfelé is megrajzolja az éveket. A mi birodalmunk rákos köve a határ. Olyan jókat alszom, és nem álmodom semmit. Füldugó hatalom. Az viszont ciki lett volna, ha nem húzom le a mellkasom, olyasmi ez már, mint a fecske papi fürdőruhák. Aztán egy újabb mementón úszom át, mély foltos a tenger, pedig nincs árnyék, ami vesse, gyíkemberek mindenütt, és az égen egy átlátszó fecske. Lucka Wasserman Josip Vukanovicsot nézi, amint az anyjáról elnevezett ösvényen sétál, majd a spirál lépcsőnél megáll és mérlegel. De a lelke egy tolpihénél sokkal, sokkal nehezebb. Péterék úgy is olyan sósan úsznak, ahogy én sose fogok. Két analóg rendszer a rendezetlenségben. A szőke fürtök spiráljait simogatom, a szótagokat pedig a lassú, szerelmes szuszogás ritmusára rajzolom. Nem is gondolnám, hogy a fricek ilyen jókedélyűek. Biztos feloldja őket, hogy olyan olcsó a horvátok melege. A Standartenführer vaskabátja uralja a szobát. Lucka Wasserman illír rúnákat rajzol, fénnyel. A kabát mindig melegebb a testnél. Swimming pool, Sex on the Beach, Breszkva és Webszerendel, a katonás pincérnéni a hajamba túr, a többiek nevetnek, poharainkon mementóként koccan a Hotel Ucska, lehetne a változatlan reggelit felszolgáló kisváros éke is, de még a buszon hallottam, hogy az utódok eladni és felújítani sem ilyen emléknek akarják. A tető állítólag tavaly omlott be, de komolyan ilyen meleg tengerben se fürödtem még. A
aztán Kirké arcát látja, amint a mély tintával festő hullámok közé néz. Az egyik rák majdnem rendvetette magát, ahogy buzeráltam a móló a lépcsősor alatt, amiből két gírbe-gurva fak tört utat csontvászkezekkel, levelekkel, mintha egy vidéki, elfeledett antik istenőre emlékeznének. Az emeleti ablakok zsalugáterei között fényre világ és remeg meg, igazán szellemes. A nyakamat rá, hogy azok ketten ott a bójánál szexelnek. Csak félrehúzod az anyagot, mint a színpadi bársonyfüggönyöket. Köszönjük szépen, Patrik! Tamás, mielőtt, amíg keresed a megszólalt a tanuló művet, egy érdekesség délelőttről, hogy nem tudom, hogy ezek a művek korhatárosak-e, de délelőtt végül is a gimnáziumban a második és a harmadik évfolyamból kerültek ki a nézők, és Tamás, ott te cenzúráztad magad. Igyekeztem. A húgyos malac, igen. A húgyos malac talán identikus volt, tehát ott minden szó igen. Úgy hangzott el, ahogy le van írva. Igen, abban nem cenzúráztam, igen. Igen, de a másodikat már igen. Igen. Na most talán... Ne, cenzúrázzam a másodikat? Most szerintem nem. Jó. Pillanat. Esküszöm, hogy többet nem iszom, rá sem bírok gondolni, mert rögtön elkap a hány inget. Á, geci, rettenetes másnapos vagyok. Sibad a tarkom, fáj a szújtom, szét akarnak robbani az agytekervényem, és kurvára úgy érzem magam, mintha beleszartak volna a gyomromba. Forog velem a kibaszott világa, leeletem alkoholszagát, anyám tuti biztos, hogy érezni fogja a szomszéd szobában. Inkább kinyitom az ablakot, mert a muter még véletlenül beszakol ide, azt is pontosan meg fogja tudni mondani, hogy mit ittam és mennyit. Neki ugyanis iszonyatosan jó érzéke van ehhez. Múltkor például pont ilyen szagú voltam, mint most bejött beszagolt, és azt mondta, hogy Szilva pálinka, 4 vagy 5 feles. Majd becsapta az ajtót, és azt meg eltalálta. Tényleg 4 vagy 5 Szilva pálinkát voltam fel aznap este. Anyámnak az idők során sikerült tökére fejleszteni ezt az alkohollal kapcsolatos szuperképességét, amit ugyanúgy, mint a hetente előfordul spontán ideg összeroppanásai, szintén az apámnak köszönhet. Ez azért van, mert a fater természetéből adódóan egész egyszerűen elviselhetetlen, és ami a legdurvább, iszik, mint a kefekötő. Én viszont, ha egyszer bebaszok, az már rögtön baj. Mindenki az egész família azonnal összeszalad, mert a nagyfiúk ismét valami menthetetlenül fantáziátlan dolgot művelt. Meg jó, hogy nem hívják fel a nagymutatot azért, hogy köszönjük az örömhírt, a gyerek tegnap megint bekurva jött haza. Az a marha egy szerencsém, hogy már nem divat a szobafogság, mert az lenne tudni, hogy itt bent baszhatnám a rezet egész héten. Nálunk a szobafogság helyett anyám még egy másfajta, csak is kizárólag 24 óráig tartó büntetési módszert alkalmaznak. Én ezt a baszogatjuk a másnapos gyerekünket egész nap, mert mi okos szülők megtehetjük dolognak hívom. A családtagok, ha meglátnak reggel másnaposan, amellett persze, hogy jól használva a pszichológiai hadviselést arra fókuszálnak, hogy mindenáron felébresszék az előző esti állapotom miatt bennem szúnyadó lelkismeret furdalást, szinte állandóan ugyanazzal jönnek. Mégpedig, hogy kérek-e valami piát, mert ahogy a régi négy mondást tartja, ilyenkor alkoholt kell inni, azaz azt nyomatják, hogy ha hiszem, ha nem, a kutyaharapás szőrében levő módszer a leghatásosabb. Nálunk itthon pedig kurvára muszáj ragaszkodnunk a régi némi mondásokhoz. Meg sem fordul a szüleim fejében, hogy esetleg már be lehetne lépni a 21. századba. Nem, minek? Kutyaharapás szőrével, aszna, meg ha lehet, akkor zabáljunk lófasz kovászos uborkával. Ha ez is egy úzsi szarság lenne, tudja, hogy le kellene vágnunk a szomszéd póniát és a faszát, annak rendjés módja szerint meg kellene sütnünk vacsorára. A szüleim minden másnaposságú alkalmával ezt a kutyaharapás szőrével nevű dolgot akarják lenyomni a torkomon, úgyhogy bele sem gondolnak, hogy ez mekkora fasság. A logika alapján, ha felrobban a kezedben egy gránát, tényleg garantáltan jobban fogod érezni magad, sőt az egészséged megtartása érdekében egyenesen jobban jársz, ha spontán hozzáfúrnak még egyet. És még van, aki ezt elhiszi.
Egyébként a PIA-ban talán ez a dolog tényleg működik, és általában létezik rá valami tudományos magyarázat is, de én már csak azért sem próbálom meg, mert a szüleim folyamatosan ezzel baszogatnak. Ha másnaposan legurítanék egy kortyot, 100%-ot elakadnom tőle a szobát, és ezzel a mutáig tökéletesen tisztában vannak. Ezért csesztetnek velem, mert tudják, hogy sosem próbáltam meg, persze azt is vágják, hogy kurvára idegesítenek azzal, hogy folyamatosan ezt hajtják nekem. Köszönöm szépen, Tamás! A novella a második, tehát a kötetben olvasható, mert ugye megvágtad, tehát hogy... Nem, ez a másik, tehát nem vágtam meg, ez jó volt. Lement a második kör. Forduljuk a közönséghez, van esetleg észrevételük. Mit szóltak ezekhez a produkciókhoz? Azt mondták, ez másnapos novella után azt mondták, hogy épp Kimi Báb után van a kutatók. Igen, igen. Szintjén is. Itt a Tamás esetében könnyű, hogy is mondjam, közelebb voltunk talán az utcanyelvéhez, ilyen verbális graffiti-szerűen működik nekem. Marianna esetében más a, ott a nagyon kompakt, igen, a kifejezés a szószerűtiség szintjén hozza az entropiától kezdve a húftón át a ugye hát azok egyébként sok olvasónak valószínűleg a diákok mondták is, hogy inkább ilyen elidegenítő effektusok vagy a szövegben, de nagyon izgalmas innen is látni, tehát nyelvhasználati kérdésként, és Patik esetében is működik ilyesmi, ami a határoknak a figyelembevétele, vagy pedig az átjárását jelenti. Patik esetében ugye a világépítő, különféle spekulatív fikciós műfajok, vagy a történelmi képzetének az átírása történik. De ezt
Folytathatjuk, aztán még a közönséghez fordulok, hogy mi a véleményetek erről a jelenségről, és ez egyrészt fontos, valószínűleg mint egy szöveg konkrét hatáseffektusaként is működik, másrészt pedig nyilván, ha ezt kitágítjuk, akkor van valami ilyen társadalmi vetülete is, ami a direkt hatáson azért valahogy túlmutat, meg egyáltalán kapcsolatban van a művészet az irodalom megítélésével is. És azzal is, hogy na, mit finanszírozunk, és hogyan, és így tovább. Tehát nagyon izgalmas kérdéseket tartalmaz még a határ és a határoknak. Szerintem az maga is, hogyha rámutat a határoknak a labilitására, vagy akár arra is, hogy mit kellene esetleg ezen érteni, meg elvetni. És ebben egyébként a popkultúra szerintem remek, tehát akár itt is lehet folytatni egy hatik, amit elkezdtél, hogy ott előadó művészeink egy része az rámutat ezeknek a határoknak a mestersége, meg ilyen stigmatizáló, meg stb. Erőfeltevéseire. És akkor ott kínál egy lehetőséget, és az nagyon fontos szerintem a befogadás tekintetében, hogy lássuk ezt, ne csak a világtartást. Nagyon érdekes ez, amit mondasz, hogy délelőtt is tettünk egy ilyen megállapítást, hogy körülbelül az egész beszélgetés arról szólt, hogy hogyan és hányféleképpen lehet átlépni, vagy lebontani a határokat, összekötni egymásról látszólag távoleső dolgok. Két párhuzamos és más ellentétes tendenciát látok. Az egyik az, ami a társadalomban zajlik, vagy a politikai életben zajlik, hajtom csak egy mondatnyi kitekintés, hogy falakat építünk. A határ az éles és egyre élesebb és egyre jobban felé. Akadémián, illetve a művészetben meg az ellenkezője megy. Tehát amikor én mondjuk még a bakalár munkámat írtam, mondjuk nem is tudom, az mikor volt hány éve, 3, 4, 2, valami ilyesmi ennyi éve, tehát mondjuk egy 10 évvel ezelőtt, akkor még óhatatlan azt éreztem, hogy az elején meg kell magyarázni, hogy az ember miért foglalkozik ilyennel a spekulatív fikció. Most már ezt nem kell. Azóta annyi disszertáció íródott ebben a témában, hogy én úgy gondolom, hogy ezeket a falakat sikerült elütni. Nagyon érdekes, most gyerekirodalommal foglalkozzom egyre aktívabban, ott ugyanúgy érek a szakirodalomban lehetom ezt a kényszert, hogy 10x évvel ezelőtt még ők magyarázták azt, hogy mintha magának is bizonygatnia kellett, hogy jó, tudom, hogy ez van a peremterület, meg hogy itt gyengébben működik az esztétikai érték, de azért úgy szeretnék én ezzel foglalkozni, mondjuk, hogy a kutató panelisan fogalmazok. A mostani könyvekben már ez nincs, mert az evidens, hogy ezzel foglalkozhatunk, és ugyanúgy a kultúrának a része, egy sajátos szegmense ez, és a spekulatív fikció is, de eltöltöttük ezeket a határokat. Mert a valóságban meg építjük valahogy most egy ilyen tendencia van, nem tudom, falakat húzom, elég ijesztő ez. Én így felvontam a szemöldök, én is ezt akartam mondani, hogy kicsit mérges vagyok Patrikra, mert éppen megfogalmaztam valamit, a fejemben is kimondta. Nem már! Azt szerettem volna mondani, hogy így a személyes nyelvezetemben és alkotásomban én igazából egy kicsit így felhorgattam, és azt mondtam, hogy hát számomra ez a természetes nyelvezet, így gondolkodom, én így fejezem ki magam, és nem vagyok hajlandó felhozni ezt a határt, ezt a falat. Szóval én nem rombolásként érzékeltem, hanem így az építési vágy hiányaként. És így nem is húztam fel ilyesmit. Igazából nálam így ez volt, ez a gondolat, amit felébresztettél. Gyerek, ellen reagálom. Igen. Gondolod. Kötelező. De lehet. Nem igazából csak annyit, hogy tényleg számomra azért fontos a nyelv, mert szerintem egy novellában, tehát én nem hiszek a nyomdafestékben, ez mit látszott, hogy egy novellában szerintem bármit le lehet írni, bárhogyan, vagy egy regényben. Tehát, hogy szerintem teljesen értelmetlen szavakat is lehetne akár, tehát például olyan állapotokat megfogalmazni, hogy teljesen értelmetlen szavak. Tehát eszembe egyszer egy ilyen novellát, tehát, hogy valamint bevesz egy főhős is, olyan flasheket látom, aminek nincs értelme. Tehát ennyire teljesen értelmezhetetlenné válik az ő. Lehet, hogy már írtak ilyet egyébként korábban, ez csak egy ilyen ötlet volt. Meg hogy abban az állapotban, tehát hogy nyelvnek a struktúráját megmondani, hogy valami. Tehát szerintem is jó, hogyha a határt feszegetjük és akár lemondjuk a falakat. Nekem még ez a dolog jutott eszembe, ami valójában
az előző mondataimra visszatérve, vagy arra rávezetve, hogy bizonyos szempontból azért mégiscsak meg kellett tanulnom, hogyan kell így legalább ilyen vékony kis falakat felépíteni, mert például a tudományos szövegeknél már kevésbé működik, hogyha így a szubjektív véleményedet, szubjektív szóhasználatot beleviszed akár egy tudományos publikáció nyelvezetébe. Ott azért nagyon tényszerűen kell kommunikálni azokat az eredményeket, amiket elértél, és bár nyilván egy cikknek ugye itt négy részre bontják általában így a bevezető, a metódusok leírása, az eredmények leírása, és utána a diszkuszió rész, ami megint csak kissé azért személyesebb, mert megint csak az írónak, illetve az írócsapatnak a véleményeit is tartalmazza, de mindezt azért annyira tényszerűen, annyira pusztán mesztelenül kell megjeleníteni, amennyire csak lehet, és azért én így a PhD tanulmányaim alatt elég gyakran megkaptam, illetve megkaptuk, hát az egész csapat, nyilván mindannyiunk számára ilyen tanulási folyamat volt, hogy itt azért nagyon figyelni kell erre a tényszerű nyelvezetre, hogy azért nem engedheti meg magának az ember ezt a begyítést minden szempontból. Úgyhogy azért néha, és igazából ezzel egyet is értek, hogy azért az ennyire szigorúan tudományos szövegekben nincs mindig helyük a nagyon szép frázisoknak, amik elvezetnek a tényektől, amiket közölni akarsz. Igazából részemről most csak ennyi. Igen. Zárójel, ugye volt egy tudományháború nevű sok-sok szöveget tartalmazó folyamat, ami pont erről szólt, mert a nyelvhasználat az olyan irányba vitte bizonyos esetekben a tudományosnak nevezett látásmódot, amiről azért elég könnyű volt belátni, hogy nem az. De ez ugye nem a természettudomány talaja, hanem mondjuk ugye a Sokal Brickman féle intellektuális imposztorok kötet, az pont erről szólt, hogy szociológusok, ugye a posztmodern értelmiségi, ahogy ők apostrofálták, és egész tanszéket jöttek arra létre a 20. század utolsó harmadában, ami átvette a tudománynak a szókészletét, és alkalmazni próbálta különféle bölcsész területekre, és akkor nagyon szépen szétszették a szerzők, egy fizikus, mondjuk a Brickman, ezeket a szövegeket. Sokal pedig ugye azzal a kvantum gravitáció transformatív hermeneutikája felé címmel írt egy szöveget, amely összerakta a szavakat, de nincs értelme ennek, és ennek nincs értelme, Tamás. Csak máshogy nincs értelme. Csak nagyon hangzatos, tehát tudományosnak tűnik, és erről az ilyen típusú nyelvhasználatról rátották rá a lettet, szerintem nagyon tanulságos és máig érő, és nyilván ott akkor jó tanáraink lehettek, mert a neutrális, meg tényszerű nyelvhasználat, az referenciális, ez pedig nem. És itt jön, hogy amikor a kettőt keverjük, összekeverjük, hát valójában az a probléma. Tehát és akkor beszélünk a határok lebontásáról, különböző területek szimbiózisáról, de azért nagyon-nagyon vigyázni kell ezzel a területen, mert mondjuk kvantumfizikáról szóló szövegeket nem így írunk, ugye teljesen világos, míg mondjuk Krisztán, amikor a halmazokról beszél, akkor nagyon gyorsan be lehet látni, hogy nem biztos, hogy érti annak a matematikáját, de és akkor ez messzire vezető, úgyhogy ezt nem is folytatnám, de itt is megmutatható ez a különbség. De abban ugye úgy látom, hogy nem kell konszenzusra törekedni, de mégis van valami ilyesmi, hogy fontos ennek a közegnek a tudatosítása, amiben mozgunk, és ami régebben mondjuk az én generációmnak egy elég ilyen széttartó jelleget kölcsönözött, az inkább most már olyan természetesebb közeg, hogy egyszerre vagyunk kénytelenek mozogni a különféle kulturális meg tudományos zónákban. Egyébként ez hosszabb szerintem jót tesz az oktatásnak, jót tesz az olyan intézményeknek, mint akár egy tanárképzőkar, és hogy megint nem menjünk messzire. Régebben ez egy nagyon fontos ideál volt, mondjuk a 20. század közepi oktatásban, például a gimnáziumi szinten is, hogy a bölcsész az volt,
aki ehhez is, ahhoz is, meg ahhoz is értett valamennyire. És nem csak társadalmási szinten. Ez azért egy fontos különbség, hogy ebben mindenképpen van ilyen értelemben is előre mutató potenciál, meg abban is egyébként, hogy el tudunk jutni az egyik orvossása, befogadása mentén a másikhoz is. Úgyhogy ezek nagyon fontos effektusok mindhárom szövegvilágban. Léna Palacsa. Mariannát szeretném megkérdezni, mert hogyan tudod megtartani ezt a harmóniát a tudományos és a huma között? Tehát hogy néha meg kell magad erőszakolnod ahhoz, hogy akkor ezt most nem fogom leírni így, hanem mondjuk úgy, és akkor inkább tudományosan leszek, vagy inkább humán. Egy kicsit így reflektálni ki így az előtti gondolatmenetemre is, hogy én ezt kicsit így megtagadtam, hogy nem fogom megerőszakolni magam egyszerűen, és nem tudom, hogy nem biztos, hogy ez minden esetben működik, de most hát a legrosszabb dolog, amit történhet, hogy valaki tényleg kritikusan összefont kézzel odaáll elém, hogy hát ezeket a szakszavakat ott nem értettem, és én meg azt mondom, hogy gubrizd ki, vagy nem fogom itt elmagyarázni, vagy hogyha arról van szó, és hát egyszerűen elmagyarázható, akkor nyilván szívesen, de ez talán kisebb rossz, mint hogyha a fordított eset történne, és egy tudományos cikkben írnék annyira szubjektíven, hogy ez mondjuk félrevezetné a tudományos közösséget. Az egy kicsi nagyobb hiba lenne, úgy érzem. Hát igen, én is magamat. Nem, csak megzavarnál egy kicsit őket, de hát az néha kell. Igen, szándékosan. Csak egy kis drámát generálni. Őszintén most az a gondolat is megfogalmazódott bennem, hogy igen, valójában nem probléma, hogy falakat emelünk időnként kell is, csak mondjuk legyenek teljesen szabadon átjárhatóak, hogy 10 méterenként egy nagyon szépen stabilan felépített létrácskával, és senki ne nézzen ránk felre szemmel, hogy hát most itt átkerünk, aztán 20 méterrel pedig vissza a másik oldalra, és így szépen legyen átjárható minden, amikor szeretnénk. Nem igazán. Spontán. Szándékosan nem azt olvastál fel, igaz? Nem, igen. De majd de előbb. Nagyon örülök, hogy kialakult a végén is a spontaneitás, vagy a spontán beszéd. Úgy látom, hogy jól éreztétek magatokat a szerzőink, és ez nagyon fontos egy ilyen este alkalmával. Köszönöm szépen még egyszer Gyurász Mariannát, hallottuk. Baka Patrik. Köszönjük szépen a figyelmüket, és folytassuk!